Ahhoz képest, hogy Magyarországon éppen milyen súlyos a helyzet, a múlt héten a közélet mégsem ezektől, hanem egy teljesen más jellegű botránytól volt hangos. Ócska fizetett propagandistáknak soha nem nyilatkozom. Igen, a fő téma egy kerületi polgármester és a propaganda média csatája volt, és ebben még az ATV is beleremegett. Engedje meg nekünk a polgármester, a szerkesztői szabadság. Kárász Róbert nem vezet többet műsort az ATV-n. Nem. De miről szól valójában ez a történet? A sajtószabadságról? A közbeszéd állapotáról? A kultúrharcról? Vagy valami egészen másról? Ennek járunk most utána. Az egész úgy kezdődött, hogy Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármestert behívták az ATV-be egy műsorba, ahol ezzel a helyzettel szembesült. Egy kicsit kellemetlen helyzetbe hoztak engem, ugye én régóta hangoztattam és megfogadtam, hogy propaganda médiának, ócska fizetett propagandistáknak soha nem nyilatkozom, úgyhogy most sem fogom ezt tenni. Róla én nem tudtam, hogy ön itt lesz, és ha tudom, akkor nem jövök el. Tehát a 9. kerületi polgármester úgy döntött, hogy nem hajlandó válaszolni a pesti srácok kérdéseire. De csinálhat ilyet egy politikus? Erről heves vita alakult ki, záporoztak a kommentek és publicisztikák, még a kormánytól is érkezett reakció, Fűrjes Balázs szólalt meg. Hogy én azt gondolom, hogy a zsűrizés a mi szakmánkban, az nem a mi dolgunk. Szerintem az egy nagyon rossz út, hogy akár bal, akár jobboldali politikusok azt mondják maguknak, hogy valamilyen felsőbb rendűség alapján mi dönthetnénk el, hogy te kóser, jó, rendes újságíró vagy, te meg nem vagy újságíró. A Fidesz és Holdudvara mélységesen felháborodott ezen az antidemokratikus viselkedésen. Ő beszél, kiejti a száján azt a szót, hogy sajtószabadság. Brutálisan személyiségében sértegette az egyik jelenlévőt. Baranyi Krisztina direktbe ment a stúdióba, és csinálta a fesztivált. Fejezzék be a lejáratást! Ne propagandistázzanak, törődjenek bele, hogy mi is vagyunk. Teljesen megdöbbenés a jobb oldalon, hogy micsoda, egy közhivatalt ellátó politikus nem válaszol kérdésekre? Az egy fake news, jár, oda nem nyilatkozik. Nem tehet a felkérés, hogy azt jelenti, hogy nem tehet a felkérés. Még egyszer mondom, hogy önöknek semmiképpen. Bármelyik kollégának nagyon szívesen, de önök... Mi történt? Fogad ezt meg tudja erősíteni? Szontlátásról minden jót. Baranyi Krisztina azzal indokolta, hogy nem áll szóba a pesti srácok újságírójával, hogy szerinte a lap rendszeresen és tudatosan átveri az olvasóit. Felhozta azt a példát, amikor Georg Spötle nemrég a PS műsorában bemutatott egy videófelvételt, amin állítása szerint az látható, hogy az ukránok gyilkos kazettás bombát vetettek be a Donbaszban. Tehát ez egy valós felvétel, hogy az ukránok a Donbaszban mit műveltek. Csak hogy a felvétel valójában 2016-ban készült a szíriai Aleppóban, és az látható rajta, hogy éppen egy orosz vadászgép dob le rajta kazettás bombát. A felvételen a kép sarkában látható az arab nyelvű eredeti forrás is, amit a Spötle által bemutatott verzión elhomályosítottak. De a polgármester nem csak a hazugságok miatt utasította vissza a pesti srácok munkatársát, hanem ezért is. Van ez a nem túl szép, de cserébe nem is okos nő Baranyi Krisztina, aki a választott... Várjál, most Puzsér szerelmes lesz a Baranyi Krisztába, hogy ezt mondtad róla. Aki szerint nem szép a Baranyi Kriszta, az őrült, az inkább dugjon kecskékkel, ezt fogja írni majd a Puzsér. Igen, mert ezt írt a Szabó Tíme akarták. Figyelj, ez egy felajánlat. Meg a kecskét legalább meg tudod enni utána. Most a Baranyi Krisztával mit csinálsz? Fúj! A 9. kerületi polgármestere egyébként is rendesen rá van állva a fideszes média. Apropó Baranyi Krisztina. Baranyi Krisztina polgármester nem... Baranyi Krisztina az... Baranyi Krisztina végül... Baranyi Krisztina által... Baranyi Krisztina... Képes volt Ferencváros polgármestereként lila-fehérben érkezni. Komolyan mondom, Szilveszter, hihetetlenek ezek a balliberálisok. Budapesten van 14 ellenzéki polgármester, és szinte mindenki megkapja magáét, de azért annyi figyelmet, mint a 9. kerület vezetője, szinte senki más nem kap. De miért pazarolnak ennyi időt, energiát és pénzt egy egyszerű kerületi polgármesterre? Ferencváros a fideszes Bácskai János irányítása alatt totálisan elmerült a sötét ügyekben. A parkolások forgatunk arra lenne ki. Semmi, köszi. De várjatok, ez itt önkormányzati meló. Mit vitt a szatyrába Varga József parlamenti képviselőre? Nem kívánok önnel beszélni. Nem beszéltünk egymással, ugye egyébként csak így barátilag, ugye? Ugye a
Fürsterben mivel gyanúsítják? Körülbelül a tízszeresét, ha tehát állítólagos borítékban annyi van, amennyi, tehát hogy miattuk azt. A kérdésekkel mi lenne, ha nem elmenekülne, hanem választani. Például bevásárolt egy parlamenti képviselőnek? Bent hagyta a szatyrokat. Nem tudja, hogy adott-e az ismerősének ingyenes parkolási engedélyt a Ferencvárosban? Nem tudom. A napvilágra került ügyektől nem függetlenül 2019-ben a Fidesz elbukta a kerületet. 12 körzetből 11-et nyert meg az ellenzék, így párton kívüli független polgármestere lett a kerületnek. Az átadás átvétel egy bő óra alatt lezajlott, azonban a készfogás elmaradt az aláírások után. És nem csak Bácska János polgármester veszítette el a pozícióját, hanem a Ferencváros más erős embere is. Például Varga József főtanácsadó és parlamenti képviselő, Martos Dániel kincstárnok egykori frakcióvezető, és a polgármester vállalkozó barátja Rudics Tibor is. Ők mind kegyvesztetté váltak, és teljesen kihullottak a kerületből, sőt a politikából is. Ferencvárosban nagyon súlyosan meggyengült a Fidesz, és hogy ez pont itt történt, az különösen érzékeny veszteség a pártnak. A Fidesz az elmúlt évtizedben hagyományosan a bánában tartja az eredményváróit. Itt ünnepelték az elmúlt 3/2 győzelmüket is. De mivel 2019-ben az önkormányzati választáson az ellenzék győzött, így újabban már egy ellenzéki vezetésű kerületben kell elmondania Orbán Viktornak a győzelmi beszédeit. Nyilván ennek csupán szimbolikus jelentősége van, ahogy annak is, hogy az első Orbán kormány presztízs beruházása a Nemzeti Színház is Ferencvárosban áll. És miniszterelnök úr, tetszett a Nemzeti Színház is. Az ilyen szimbolikus ügyeket Orbán Viktor és rendszere hajlamosak véresen komolyan venni, de azért vannak ennél sokkal falsúlyosabb okai is annak, miért ennyire fontos a Ferencváros a Fidesznek. Ez a kerület két nagyhatalmú fideszes befolyási övezetének számít. Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, egyben a Fradi elnöke is. Stadionjuk a 9. kerületben áll. A Fradi korábban nagyon szoros kapcsolatot ápolt a fideszes önkormányzattal, a polgármester bent ült az elnökségben, az önkormányzat minden évben sok 10 millió forinttal támogatta a klubot, a kerületi média legfontosabb feladata pedig a Fradi sikereinek megéneklése volt. Hozzám is szokott nagyon sok kérés érkezni, hogy ez a játékos miért nem játszik, az a játékos miért nem játszik, és a polgármesterhez. Ha hogyne, persze. Az önkormányzati választást követően mindennek vége lett. Abból az 50 millió forintos támogatásból, amit gyakorlatilag kontroll nélkül költhetett a Fradi. Mire mennyiben... úgy döntöttek, hogy ezt nem kívánják önök így van, mi, támogatni. Mi úgy döntöttük, hogy ezt a típusú támogatást nem adjuk, más típusút adunk. A kerület egyúttal Kocsis Máté birodalma is, aki a Fidesz frakcióvezetője, és egyúttal Ferencváros parlamenti képviselője. Ő képviseli a kerületieket a parlamentben. De az ő feladata a kerületi Fidesz eligazítása, az igazán jelentős személy és kampánydöntéseket is ő hozza meg. Ráadásul hozzá is tartozik egy stadion a kerületben. Kocsis Máté a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke. Az ő védnöksége alatt épült fel Ferencvárosban több mint 100 milliárd forintból Európa legnagyobb befogadóképességű kézilabda arénája. És ezzel még nem értünk végére a kerületi stadionoknak. Itt valósul meg Orbán Viktor grandiózus álma. A 9. kerületben rendezik a 2023-as atlétikai világbajnokságot, amit a miniszterelnök személyesen tárgyalt le a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel. Az Orbán rendszer egyik presztízs beruházása jelenleg 211 milliárdos költségnél tart. Ebben az ügyben pedig pont Fűrjes Balázsnak kellett egyezkednie a frissen megválasztott polgármesterrel, aki megkérte az árát a beruházásnak. Lenne itt szoborpark, játszótér, kutyafuttató. Ugye szakrendelő, óvoda, kisdunakotrása, ennek a 8 háznak a teljes rehabilitációja, stb. Stb. Vannak olyan elméletek, hogy ezek a gigantikus ferencvárosi sportberuházások már egy budapesti olimpia rendezés lopakodó előkészítései. Ahogy Fürjes Balázs fogalmazott, Ferencváros Budapest aranytartaléka. Közel van a belvároshoz, és itt vannak még beépítetlen területek. A fővárosi fejlesztések jelentős része itt valósul meg. Itt épül kormányzati hátszéllel Orbán Viktor török barátjának, Adnan Polatnak az óriási álomvárosa is, a Közvágó híd helyén. De ide tervezik a következő Dunahidat, sőt az új Széchenyi könyvtárat is. Jó, szerintem már értik a nézők, lépjünk tovább. Nem tudunk tovább lépni, mert a legfontosabb kimaradt. A kormány ide tervezte a 8-10 ezer diák befogadására alkalmas diákvárost is. Csütörtök reggel 7 óra, itt vagyok Ferencvárosban, Délpesten, 10 percre a budapesti belvárostól, hihetetlen, nem?
szemét, lepusztultság, romok, pont itt fog felépülni a Budapest diákváros, pont úgy, ahogy mindig is terveztük, mert diákváros már pedig lesz. Az elmúlt évtizedekben talán ez volt az egyetlen olyan projekt, amit politikai oldaltól függetlenül mindenki támogatott. Ugyanis a kerület abból a szempontból is kiemelkedik, hogy nagyon fontos oktatási intézmények, például a Corvinus és a Semmelweis Egyetem is itt találhatóak. Hogy 100 éve ilyen volumenű városfejlesztés nem történt Budapesten, talán a 444 írt erről, és ezzel én maximálisan egyetértek, pontosan így van. Túl szép vízió volt ez ahhoz, hogy meg is valósuljon. Mert miközben haladt a diákváros előkészítése, aközben titokban a kormány egy teljesen más projekt megvalósításán dolgozott. A Fudan Egyetem a világ egyik magas szinten jegyzett elit egyeteme, világ 34. legjobb felsőoktatás. Ahogy a Direkt 36 kiderítette, a kormány titokban elhatározta, hogy a magyar diákoknak épülő diákváros helyét átadja Kínának, és ott egy soha nem látott mértékű oktatási beruházás keretében 580 milliárdos magyar adófizetői pénzből felépülne a kínai kommunista párt egyeteme, amit a kínaiak építenek, és ahova leginkább külföldi diákok járhatnak majd. Tehát Ferencvárosban nagyon nagy a tét. Nyilván nem örömteli a hatalom számára, hogy ezek a gigafejlesztések és szalagátvágások egy olyan területen valósulnak meg, ahol nem ők irányítanak, a szavazók többsége nem őket támogatja. Ennél is nagyobb fejfájást viszont az okozhat a Fidesznek, hogy az ellenzéki vezetési kerület egyes beruházásokat kifejezetten akadályoz. Ferencváros ellenzéki polgármestere kezdeményezte, hogy a Fudan Egyetem tervezett épülete melletti közterületeket nevezzék át a Kína által üldözöttekről. Ha a főpolgármester aláírja a rendeletet, akkor lesz szabad Hongkong út, Ujgur mártírok útja, Dalai Láma út. Ez a fricska nem jött jól a Kína kegyeiért versengő Orbán kormánynak. Az ügy Kínával is diplomáciai konfliktust szült. A kínai külügy egyik szóvivője még csütörtökön sajtótájékoztatón pedig úgy fogalmazott, megvetést érdemelnek az utcákat átnevező politikusok. A kínai vezetés bosszantása ezzel nem ért véget. A Fudan Egyetem helyszínéről kijelölt ferencvárosi területen állították fel a Tiananmen téri vérengzés híres emlékművének kisebb változatát, a szégyen oszlopának eredeti változata a Hongkongi Egyetemen állt 20 éven keresztül, míg a kínai hatóságok el nem távolították. A kerületi vezetés konkrét lépésekkel is akadályozza a Fudan beruházást. Az Egyesült Ellenzék, amíg még létezett, népszavazást kezdeményezett a Fudanról. Ezt az Alkotmánybíróság elkaszálta. Ferencvárosban viszont van arra esély, hogy összehozzanak egy kerületi népszavazást. Ezek az eszközök még rendelkezésünkre állnak. A helyi népszavazás eszköze, ezzel élni fogok. De azt pontosan tudjuk, hogy ez a rendszer nem szereti az olyan népszavazásokat, amiket nem ők indítanak. Sokszor látott képek arról, hogyan akadályozták meg kopasz kigyúrt férfiak február 23-án az MSZP politikusát abban, hogy időben leadja népszavazási kezdeményezését a vasárnapi boltzár eltörléséről. A 9. kerületi polgármester nem csak helyi ügyekben megy szembe a hatalommal. Amikor júniusban a kormány napokkal az esemény előtt kihátrált az ukrán segélykoncert szervezéséből, akkor Ferencváros fogadta be a jótékonysági eseményt. Ahová egy videóüzenettel Zelenszkij ukrán elnök is bejelentkezett. Gyakran Budapesten! Slava Ukraini! A polgármester egyébként nem csak az Orbán rendszerrel áll szemben. Rendszer csak a konfliktusai az ellenzéki pártokkal, amiért sokan összeférhetetlennek tartják. Értem, hogy magából indul ki jobbikos képviselőtársam, azért mosolyog. Mondja meg, hogy mit csináltam, tessék, hallatom. Ne vigyarogjon, mondja. A jobbikost lenácizta, a momentumosokat lebutázta, a független képviselőt letolvajozta, a roma kisebbségi önkormányzat vezetőjét tolvajnak nevezte, engem is lehülyézett, lekommunistázta az MSZP-DK frakciót, tehát tulajdonképpen vérig sértett már mindenkit a képviselőtestületben. A polgármester a DK-val is állandó harcban áll. Megakadályozta, hogy Gréci Zsolt, a párt emblematikus figurája, pozíciót szerezzen a kerületben, megvétózta, hogy Kálmán Olga férje, Hoffmann György legyen a helyi média vezetője, sőt a DK-val még Fudan ügyben is egymásnak mentek. Nem gondolja magában, hogy esetleg a DK személyesen ön miatt nem akarja ezt az egész népszavazást? Nem tudom, hogy a DK miatt nem akarja ezt a népszavazást. A demokratikus koalíció úgy érzékeli, hogy Baranyi Krisztinának mindenről a DK jut eszébe. Nagyon sajnáljuk azt, hogy polgármester asszonynak mindenről a DK jut az eszébe. Hogyan is indult ez a mai adás?
Az ATV-s vita ugye látszólag arról szól, hogy ki az újságíró és ki nem, kinek kell válaszolni egy politikusnak, milyen állapotban van a közbeszéd. Közben ennek a küzdelemnek valójában nem ez a tétje. Egy Orbán Viktor számára stratégiailag fontosságú kerületről, 100 milliárdos beruházásokról, egész Budapest jövője szempontjából meghatározó fejlesztésekről van szó. A helyi Fidesz meggyengülése miatt, és mivel itt most a szokásos gyurcsányozás nem annyira működik, a hatalmi gépezet nem tudja, hogyan kezelje a helyzetet. Amíg pedig kitalálják, addig marad ez. Mondjuk Krisztián, nyugodtan nevezzük Szmélyágól asszonynak. Ez a Trumpi stílus, ez a mosolnő stílus. Én gondolkoztam, hogy én mit csinálnék, én biztos, hogy mondtam volna, hogy hát asszonyom, én szerintem meg ő nem polgármester, hanem egy ócska kurva. Köszönjük a figyelmet, erre a hétre ez volt a Magyar Yeti. És nem csak erre a hétre, hanem erre a szezonra most búcsúzunk. Köszönjük a figyelmet, ami viszont fontos, segíthetitek a munkánkat, ha feliratkoztok, lájkoltok, kommenteltek, és csatlakozzatok a körhöz, a 444 klubjához. Olvassatok sok 444-et. Sziasztok! Sziasztok.